Ünnepséggel indult a Corvina óvoda Ceglédi úti óvodájában az idei immár 20. pöttöm próba. A közlekedési versenyen középsős és nagy csoportos ovisok vettek részt a város minden pontjáról összesen 12 intézményből. Az esemény ötletgazdája és szervezője Komáromi Nécagány Anita óvoda pedagógus volt, aki a Bács-Kiskunvár megyei baleset megelőzési bizottság segítségével indította útjára a versenyt. 20 évvel ezelőtt a Füredi Képzőközpont Füredi vezetője, Füredi András, egy akkreditációs pedagógusoknak egy akkreditációs továbbképzést indított a közlekedésre nevelés területén, és úgy gondoltam, hogy amit már előbb elhangzottak, hogy annyira forgalmas itt, ugye, ahol az óvodánk elhelyezkedik, hogy igenis szükség van arra, hogy egy picit tudatosabban, tervezettebben tudjuk ezeket a baleset megelőzési feladatokat a gyerekeknek átadni. A verseny keretében izgalmas és érdekes játékok segítségével ismerhették meg az óvodások a közlekedési szabályokat. 12 csapat versengett az esős idő miatt ezúttal zárt térben. A pöttöm próbán 6 helyszínen azokat a szabályokat ismerhették meg a gyerekek, amelyek fontosak számukra a mindennapi közlekedésben. Ilyen a gyalogátkelőnél történő biztonságos átkelés, vagy a kresztáblák ismerete. Egy nagyon nagy városban élünk, ahol egyre sűrűbb és egyre veszélyesebb a közlekedés. Nagyon örülök, hogy az itt tanító és itt nevelő óvodapedagógusok felvállalták azt a feladatot, hogy megtanítsák a helyes közlekedést a gyerekeknek, mondta az eseményen Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Az óvoda a verseny mellett egy nagyszabású felújítást is ünnepelhetett, amelyet megtekintett a polgármester mellett Pászti András, a városrész önkormányzati képviselője is. Egybeesik ez a pöttöm próba egyfajta főpróbával is, hiszen ez az intézmény egy komplett felújításon ment keresztül, az épület energetikai felújítása megtörtént, de ugyanakkor az önkormányzat a hozzá szükséges kiegészítő beruházásokat is megcsinálta, felújításokat, igencsak ráfért már erre az épületre is, mint ahogy a város többi óvodájára is haladunk sorba, hogy körbeérjünk. A város részben 2 olyan óvoda is van, amely felújításon esett át, és mind a 2 Corvinás óvoda. Az egyik a Ceglédi úti, a másik pedig az Ifjúság úti óvoda. Nagyon nagy igény volt ez a felújításra, és nagyon jól fogadták a szülők, illetve a gyerekek az új feltételeket. Mindkét óvodának a pedagógiai programjában található olyan elem, ami kiemelkedő. Az ifjúság úti óvodában az ökokert, ökóvoda, zöld óvoda témakör, itt pedig a néptánc, népzene, illetve hát a közlekedés. Mint elhangzott, az energetikai felújítási pályázat mellett az önkormányzat is támogatta a felújítást, így megújulhatott több helyszínen a padló, a festés, valamint napelemekkel is bővült az intézmény. Mind a 3 épületünkben tetőcserek volt, mind a 3 épületünk szigetelést kapott, 2 földszintes épületünkben napelem került elhelyezésre, tehát az energia szempontjából nagyon megújultunk, és a belső rész is nagyon megújult, hiszen a villanyvezetékek ki lettek cserélve, tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon-nagyon szépek lettünk. A mai pöttöm próba versenyen a jubileum mellett az óvoda megújulását is ünnepelték a Ceglédi úti óvodában.